Skinheadek. A mostani epizódban egy olyan témát érintünk, amely kultúrájában és zenei világában gazdag sokszínűséget rejt. A skinhead szubkultúráról lesz szó. Röviden bemutatom a szubkultúra kialakulását, zenei és öltözködési stílusait, valamint a változásait az évek során. A skinhead szubkultúra története az 1960-as évekig nyúlik vissza, amikor az angol munkásosztály fiataljai között kezdett elterjedni. Az első skinhead mozgalom jamaikai bevándorlók és fehér brit fiatalok kulturális találkozásából született. A zenei világ a skinhead kultúrában mindig fontos szerepet játszott. Az eredeti skinhead mozgalom a 60-as évek reggae zenéjét követte, amely a jamaikai bevándorlók kulturális hozzájárulása volt. A soul, ska és rocksteady zenék is népszerűek voltak a skinhead fiatalok körében. Az évek múlásával a skinhead szubkultúra diverzifikálódott és különböző zenei irányzatokat és stílusokat vonzott. A ska és a reggae mellett az oi punk és a hardcore punk is megjelent, amelyekhez sajátos zenei és öltözködési stílusok kapcsolódtak. Ezek a zenei irányzatok különösen az 1980-as években, és azóta is meghatározóak maradtak a mozgalomban. Az öltözködési stílus mindig is kiemelkedő jellemzője volt a skinhead szubkultúrának. Az eredeti skinhead fiatalok kopaszra nyírták a hajukat, és hosszú szárú csizmát, bakancsot, farmer nadrágot és Harrington jacket viseltek. Azonban az öltözködési szokások változtak az évek során, és számos alstílus alakult ki a mozgalomban. Például a rude boy, vagy a mod skinheadek különböző öltözködési stílusokat képviselnek. Ahogy a skinhead szubkultúra nőtt és terjedt, sajnos néhány negatív aspektus is felbukkant. Az erőszak, a szélső jobboldali ideológiák vagy más szélsőséges nézetek néhány csoportban helyet kaptak. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ezek a megnyilvánulások nem képviselik az egész mozgalmat. A skinhead kultúra túlnyomó többsége az összetartás, a barátság és a pozitív közösség megteremtésére törekszik. Az évtizedek során a skinhead szubkultúra változatosan alakult, és sok kulturális hatást és inspirációt gyűjtött össze a világ minden tájáról. Az internet és a globalizáció kora új lehetőségeket teremtett a kapcsolattartásra és a zenei befolyások megosztására. Az egész világon számos aktív skinhead közösség található, akik fenntarthatják a mozgalom hagyományait és értékeit. A skinhead szubkultúra gazdag történetével és sokszínűségével érdemes foglalkozni és megérteni annak mélyebb jelentését. Egy dolog biztos. A skinhead kultúra sokak számára inspiráló és fontos életstílus jelent, amely a közösség, a zene és az identitás erejére épít. Ha érdekel a téma, akkor ajánlom The Story of Skinhead című egyórás dokumentumfilmet, amely magyar felirattal is elérhető itt a YouTube-on. Linket a leírásban találod. Továbbá ajánlom a This is England című filmet és sorozatot, melyben bemutatják, hogy milyen volt az élet a vidéki Angliában Margaret Thatcher idején. Ha tetszett a videó, ne felejtsétek el lájkolni és feliratkozni a csatornámra, hogy értesüljetek a további tartalmakról. Addig is mindenki pörögjön rá a kedvenc zenéjére!